Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Több évtizede a szociális és segítő szakmában dolgozó munkatársait köszöntötte a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény. 79 millió forintból újult meg több épület is Karosban. Nagy érdeklődés kísérte a Sárospataki Református Gimnázium nyílt napját. A szociális és segítő szakmában dolgozók megtartása a pályán egyre nehezebb feladat. Nem csak az anyagi megbecsülés hiánya miatt nehéz ez a terület, hanem azért is, mert évekig nehéz apró sikerekből építkezni. Ezért is fontos, hogy a több évtizede ebben az ágazatban dolgozókat elismerjék, így tesz minden évben az Egyesített Szociális Intézmény is. A legutóbb is több olyan munkatársukat köszöntötték, akik 10 vagy éppen 20 éve vannak a pályán. Katica és Gyöngyi szinte egyszerre kezdték a pályát egy helyen, akkor még a fogyatékosok napközi otthonában. Később mindketten más területre kerültek át, ám az Egyesített Szociális Intézményen belül szinte mindenki ismeri egymást, és a segítő feladatok sem különböznek nagyon egymástól. Kell a támogatás ahhoz, hogy valaki több évtizedet megéljen ezen a területen, mondja Katica, aki ezen irányban tanult a főiskolán is, ma már a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője, 20 éve dolgozik az ESZI-ben. A feladatok sokasága nem engedi, hogy az ember ki tudjon ebből a feladat halmazból szállni, ami rengeteget segít az a család, tehát megfelelő, stabil családi háttér nélkül ez a segítő tevékenység nagyon nehezen vagy egyáltalán nem végezhető. Tehát a család az mindenképpen nagyon fontos. Ezen kívül pedig az elhivatottság, magának a hivatásnak a szeretete és maga a szakmaiság az, amit ezen a pályán tartja az embert. Gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek. A szociális területeken kisebb lépésekkel lehet eredményt elérni. Gyakran az jelenti a sikert, ha nincs jelentős romlás a család vagy a kliens életében. A szeretet segíthet, és az, hogy a kliensek hálásak a jó szóért. Így tartott ki az idősek mellett Ungvári Gyöngyi is. Egy olyan jó kis közösség jön létre, ahol én úgy érzem, hogy nagyon sokat lehet tanulni és tapasztalni, és ezáltal én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és több értéket tudtam magamba szívni, és én azért maradtam itt. Burnout, magyarul kiégés, amikor az adott foglalkozást végző már nem leli örömét a munkában, és ez gátolja a hatékonyságában. Vannak pályák, ahol különösen oda kell figyelni erre a jelenségre. Az egyik ilyen a segítő szakma, ahol emberekkel, bajba került családokkal foglalkoznak a munkatársak. Az ESZI-ben tréningekkel, csoportos beszélgetésekkel próbálják megelőzni ezt, hogy minél többen maradjanak hosszú távon ezen a pályán. 79 millió forintból újult meg több épület is Karosban. Így például a művelődési ház, mely az orvosi rendelőt és a konyhát is magába foglalja, az óvoda, a régi tejcsarnok épülete, amiből átépítéssel vizes blokkot alakítottak ki, valamint a művelődési ház épülete melletti játszótér. Ezek mind-mind a településen élő komfortérzetét növelik. A fejlesztések ünnepélyes átadásán elhangzott, a vidék Magyarországának erősítése kiemelt kormányzati cél. Bár a karácsony még messzebb van, a Karosban élők jelképesen már több fejlesztést is a karácsonyfájuk alá tehetnek. A település központjában megtartott ünnepség keretében elhangzott, hogy kormányzati cél a kis települések fejlesztése is a népesség megtartási jegyében. Dakos János polgármester elmondta, ők ezzel együtt a gyerekeknek szánt táborozási lehetőségekben is új távlatokat tudnak nyitni a megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően. Van nekünk egy árpátkori temetőnk, ennek elég nagy a idegenforgalmi vonzata, ezzel párhuzamosan pedig van egy látogató központ, aminek megint ugye hozzá tartozik ehhez, amiben be tudjuk mutatni az árpátkornak azokat a részeit, amit azt hiszem, hogy az általános műveltséghez mindenkinek tudnia kell. És most gondoltunk egy merészet, hogy táboroztatni fogunk gyerekeket, és ehhez megfelelően olyan eszközöket veszünk szálláshelyek kialakítására, mint a jurta, amiben, hogyha beköltözik oda a gyerek, akkor fog tudni a 10.-11. századnak megfelelő életvitelt ott megélni az alatt a pár nap alatt, amíg a tábor tart, és itt van közel hozzá
egy híd, ami átvezet ezen az árkon, ami összeköti a művelődési házzal. A művelődési házukban rám van ez a vizes blokk, hogy ne legyen ilyen probléma, mert ez mindig probléma is, hogy ha átlépte a hidat a gyerek véletlenül, akkor a 21. századnak megfelelően fog tudni majd tisztálkodni, fog tudni játszani ezen a modern játszótéren, és étkezni itt a kultúrháznak az éttermében. Ezzel együtt pedig a tejcsarnok átépítésével ehhez megfelelő vizes blokkot is kialakítottak, valamint megújult az óvoda épülete is. A fejlesztések összege elérte a 79 millió forintot, amelyből 9-et önerőként biztosított az önkormányzat. A Magyar Falvak programjának és a vidékfejlesztési programoknak ez az értéke és értelme, hogy a kis településeknek a apró pénzben mérhető felújításait próbálja segíteni. Tudnélik, a uniós pályázatoknak, legyen azon topos vagy más jellegű pályázatnak, az a hátránya, hogy csak nagyobb összegekre lehet pályázni, és így a kis településeknek a apró kis gondjait, ami 5-10 millió forintos felújításokat jelent, nem lehetett megoldani. Ezért jelent nagy előnyt a vidékfejlesztési program és a Magyar Falvak program. Ugyan a vidékfejlesztési programnak van 5-10-15%-os önereje, ez nehézséget okoz, ugyanakkor a Magyar Falvak programban pedig 100%-os intenzitás a támogatás. Tehát ezért nagy jelentőségű, hogy ezeket a problémákat kiküszöbölte a pályázat, és lám, itt például Karoson is ezeket a korábban megoldatlan dolgokat sikerült megfelújítani. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, folyamatosan jelennek meg azok a pályázati eredmények, amelyek a Magyar Falu program keretében további kis településeknek segít majd kisebb volumenű fejlesztéseket megvalósítani. Nyílt nap keretében várta a leendő diákjait a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma. Ebben az esztendőben is kiemelten nagy érdeklődés kísérte az ezzel kapcsolatban szervezett programokat. Az imateremben előbb egy tájékoztatót hallgathattak meg az érdeklődő diákok és szüleik, majd személyesen is végiglátogathatták az internátusokat, a sportcsarnokot, valamint betekintést nyerhettek a tanórákba is. Immáron hagyományosan a Sárospataki Református Teológiai Akadémia imatermébe várták elsőként azokat a diákokat, akik a nagymúltú református gimnázium falai között szeretnék tanulmányaikat folytatni a 2020-2021-es tanévben. Az itt folyó oktatás tekintetében az angol és idegen nyelvi és a reálszakos képzések is a középpontba kerültek. Azt gondolom, hogy mi nem kívánunk zsákba macskát árulni. Azt szeretnénk, hogy a mai nap folyamán sokat beszélgessenek az ideérkező szülők, érdeklődő diákok, a mi diákjainkkal, kollégákkal, bemehessenek, órákat látogassanak, hogy szembesüljenek a pataki refi valóságával. A valóság meg azt gondolom, hogy az, hogy olyan műszaki tartalom is társul az oktatás magas színvonalához, ami szerintem országos viszonylatban is talán egyedülálló, és hát még inkább az lesz a következő tanévtől. Úgy gondolom, hogy ez az, amiben mi többek tudunk lenni, mint mások. Ezzel együtt pedig az intézményben zajló hitéleti oktatás is szerephez jutott, hiszen a tapasztalat szerint ez is fontos azoknak a családoknak, akik továbbtanulási lehetőségként számolnak az intézménnyel. Az, hogy a lelkiség és az Isten félelmére való nevelés az a szülők számára is olyan szinten fontos, hogy egy biztonságban érzik a gyermeküket. Tehát azt érzik, hogy az a gyerek, aki egy nagy tudást szerez, mellette bölcsességgel is gyarapszik, az azt jelenti, azt a tudást, amit megszerzett, az nagyon jól tudja hasznosítani, és tényleg az ember társainak a javára. Tehát nem egy ilyen önző módon, hanem valóban a társadalomért és az emberekért, és ez szülő számára is mindig jó dolog. Idén is számos helyről érkeztek családok határon és megyén túlról is, de természetesen a környező településeken élők számára is szempont az oktatási intézmény. Az alapvető információkat megtudtuk, ami nagyon pozitív, és nagyon tetszett mindkettőnk számára, hogy észrevettem a lányomnak is a gesztusait, és a mosolygó arcát. Láttam, hogy nagyon tetszett neki is mindaz, amit itt hallott. Legfontosabb a közeg, amit az iskola adni tud. Ezen kívül persze nem utolsó sorban a megfelelő tudás, amit a jövőben használni fog tudni az élete során.
és a megszerezhető kapcsolatok esetleg a diáktársak, tanárok révén. A nyílt nap keretében az internátusokat, a Waberer sportcsarnokot, illetve tanórákat is látogathattak az érdeklődő családok. A Kossuth Lajos Művelődési Központ ebben az esztendőben is gazdag programmal szeretné szebbé, meghittebbé tenni a karácsonyi előkészületi időszakot Sátoraljaújhelyben. Így advent mind a 4 vasárnapján közös gyertyagyújtásra várják a településen élőket és az ide látogatókat. December 1-én 17 órától kezdődően ünnepi műsor lesz, majd 18 órakor dr. Lenár György Pro-Urbe díjazott és Lóci Tamás Esperes gyújtják meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ebben az esztendőben december 1-jével kezdődik meg a várakozás a karácsonyi készület időszaka. Az adventi hetekre a Kossuth Lajos Művelődési Központ hagyományok szerint gazdag programkínálattal készült. Az elkövetkezendő napokban játszóházak és mozi matiné várja a gyerekeket, de a művelődési házad majd otthont az oktatási intézmények ünnepi műsorainak is. Az események középpontjában ezúttal is a karácsonyi forgatag áll majd, melynek keretében mind a 4 vasárnapon ünnepi műsor keretében lobbannak majd fel a gyertyalángok a város adventi koszorúján. A forgatag az elmúlt év után visszatér a városközpontba, a római katolikus templom előtti térre. Tavaly tettünk egy kísérletet, mondhatom, hogy a mozi közben is egy régi helyszínre jöttünk vissza, hiszen évekkel, évtizedekkel ezelőtt is a karácsonyi forgatag azért a helyszíne itt volt a mozi közben. Tettük ezt azért, hogy kipróbáljuk úgymond, hogy itt ez hogy érvényesülne. Voltak pozitív oldalai, de volt technikailag nekünk egyszerűbb volt, hiszen itt voltunk a közelben, ugye a gyerekek melegedtek, játszóház, stb. Viszont maga a gyertyagyújtás, maga az ünnepi vonulata talán egy kicsit teátrálisabb, szebb a római katolikus templom előtti téren, ezért döntöttünk úgy, hogy visszatérünk erre a helyszínre. A 4 adventi vasárnapon 17 órakor kezdődnek a programok a téren, oktatási intézmények diákjai adnak majd műsort, valamint zenés-mesés előadásokra kerül sor. A karácsonyi forgatag keretében minden hétvégén 18 órakor gyújtják majd meg a gyertyalángot egy-egy köztiszteletben álló személy és a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével. Ami fix időpont mind a 4 hétvégére vonatkozóan a 18 óra, hiszen akkor gyújtjuk mindig a éppen aktuális gyertyát a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével, ez már hagyomány, illetve az is hagyomány, néhány éve kezdtük el, hogy a gyertyagyújtást megelőzően mindig felkérünk a városban egy köztiszteletben álló személyt, aki mond néhány gondolatot, hogy számára mit is jelent az advent. Az első hétvégén dr. Lenár György Pro-Urbe díjazottat fogjuk majd felkérni, és az ő közreműködésükkel, illetve ahogy említettem, a történelmi egyházak képviselői első hétvégén Lóci Tamás Esperes úr közreműködésével történik meg az első gyertyagyújtás. A hagyományok szerint a művelődési intézmény erre az adventi időszakra is készült egy nagyobb ünnepi koncerttel. Aranyvasárnapon a római katolikus nagytemplomban Csepregi Éva és Végvári Ádám Angyalmadár című élőzenés adventi műsorát láthatja, hallhatja a közönség. Elindult a zemplén.hu információs és hírportál. A Zempléni Vállalkozásfejlesztési Alapítvány indította el az oldalt, amelynek célja, hogy integrálja és gyorsan elérhetővé tegye a régió híreit. Szerencstől Hollóházáig és még a határon túl is szeretnék összegyűjteni a híreket, eseményeket, információkat. Az oldal elindulásáról a térség médiumai tájékoztatta először a ZRVA vezetője. Már elérhető a zemplén.hu információs és hírportál. A régió új internetes tartalomszolgáltatójának tulajdonosa a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Vezetője Juhász István azt szeretné, ha a régiót megismerni szándékozók és az itt élők is ezen az oldalon keresztül ismernék meg a zempléni térség legaktuálisabb híreit, információit. Zemplénben egy ilyen típusú információs és hírportált elindítani, amely egyrészt bizonyos Zemplénről szóló tartalmakat biztosít,
biztosít, másrészt egy aktuális híranyagot folyamatosan frissítve biztosít az Emrén térségben élő emberek számára. Fogalmazok úgy, hogy az aktualitás és a gyorsaság és a legfontosabb hírek megjelenjenek ezen a hírportálon. A hírportál az emplén.hu elérhetőségen, majd később az emplén.net elérhetőségen is fellelhető lesz. Ma délután indulunk. Ez egy kísérleti működési fázis. Várhatóan egy-másfél hónapig, két hónapig kísérleti programot sugárzunk, de itt is frissítjük a híreket folyamatosan. Az emplén.hu üzemeltetéséhez együttműködést kért a helyi médiumoktól az oldal tulajdonosa, így a helyi televíziók, rádiók hírei is megjelenhetnek rajta. Bízunk benne, hogy a közös munkánk során az emplén lakosság, az itt élő emberek nyernek azzal, hogy gyorsan és megfelelően aktuális információkhoz jutassanak. Az oldal a következő két hónapban alakul majd ki. Az IRVA elnöke szeretné, ha addig minél több emberhez eljutnának az emplén.hu oldalon keresztül, megismernék és megszeretnék tartalmait a követők. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Több évtizede a szociális és segítő szakmában dolgozó munkatársait köszöntötte a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény. 79 millió forintból újult meg több épület is Karosban. Nagy érdeklődés kísérte a Sárospataki Református Gimnázium nyílt napját. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is, viszontlátásra! We'll be right back.